Ez a drótszőrű foxi név szerint King lett a show sztárja a Westminster kutyakiállításon New Yorkban. Gazdája, Gabriel Rangel jókora medált és egy serleget kapott, illetve az ezekkel járó dicsőséget. Pénzjutalmat ezen a versenyen nem osztanak. A majdnem másfél évszázados Westminster kutyakiállítás a világ legrégibb kutyaszépségversenye és a legnagyobb ilyen rendezvény az Egyesült Államokban. King igen elégedett volt, miután a hagyomány szerint befalhatott egy jókora sztéket, amelyet ezüstányéron szervírozott egy manhattani étterem. Több mint 2800 kutya szállt versenybe az elismerésért, amit persze leginkább gazdáik áhítottak. A nemzetközi mustrán nem csak amerikaiak indultak, további 14 országból érkeztek versenyzők, akik többsége akár 250 000 dollárt is elkölt évente arra, hogy kedvencét közszemlére tegye.